Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes feladatot fogunk ellátni, méghozzá Linux mintalat. Miért mondom, hogy méghozzá Linux mintalat? Azért, mert most kifejezetten olyan témát fogunk elővenni, ami csak és kizárólag a Linux mintát használókat érinti. Oké. Ahogy a feliratban is látni, a Linux mintet használjuk arra, hogy a Snap csomagokat visszarakjuk a Linux mintbe. Ahogy tudjuk, a Linux mintnek az apukája, az eredendő disztribúciója, az bizony az Ubuntu. Az Ubuntu főnöke, az Ubuntu-nak a tulajdonosa, illetve a cég, ami csinálja, kitalált egy olyan csomagformátumot, hogy Snap. Ez egy független csomagformátum, van, aki szereti, van, aki nem. Engem igazából nem nagyon érdekel, hogy ki mit gondol róla. Lehet szeretni, lehet nem szeretni, nem kötelező használni. Ez a lényeg. De hogyha valaki mégiscsak Linux mint alatt szeretne Snap csomagot használni, mert a Linux mint azt mondta, hogy ez nem jó, ő ilyet nem szeretne a rendszerébe, hiába használja az Ubuntu, ő bizony nem szeretné, letiltotta. Nem azt csinálta, hogy nincs installálva a Snap rendszer, tehát ennek a kezelő rendszere, hanem azt csinálta, hogy le is tiltotta. Azaz vissza fogjuk rakni a Linux Mint 22-esenbe a Snap csomagokat, hogy miért? Azért, mert valaki megkérdezte, hogyan lehet visszarakni, illetve szeretne valamit installálni, és nem tudott. Hát természetesen olyan nincs, hogy valamit nem tudok megcsinálni Linux alatt, körbe kell nézni az interneten, megtaláljuk a dolgokat. Azaz, első körben le kell tiltani a tiltást, azaz fel kell oldani azt a gátat, hogy ezt tudjuk installálni. Az első lépés természetesen az, hogy megkeressük azt az állományt, ami gátolja a Snap csomagok telepítését, a Snap rendszer telepítését, és avval valamit csinálunk. Két-három megoldás van erre, én a legegyszerűbb megoldást szoktam alkalmazni, átnevezem. Átnevezem valami mássá, és hogyha kell, akkor visszanevezem. Azaz, hogyha vissza szeretném állítani ezt az állományt, nem kell keresgélni, ott lesz a helyén, csak kap egy old plusz szöveget, és abból tudom, hogy mi az. A következő gondolat, hogy kitörlöd. Kitörölni akkor érdemes, amikor tudod, hogy Snap-et soha többé nem szeretnél használni. Logikus feltételezés az, hogyha ezt az állományt visszaállítod, akkor Snap csomagokat nem fogsz tudni telepíteni. Azaz gyakorlatilag biztos, ami biztos, én az átnevezés, átmozgatás mellett vagyok. Le is enterezzük, bekéri a jelszavamat, megadom a jelszót, és semmi nem történik. A másik lehetőség az természetesen, hogy fájlkezelővel oda megyünk, kitöröljük, átnevezzük egyéb. Szerintem a parancsoros megoldás látványosabb. Hol van ez az állomány? Természetesen a főkönyvtárba. A főkönyvtárba az LTC alkönyvtárába, és ott van egy olyan, hogy apt könyvtár. Az apt könyvtárban sok minden van, semmihez ne jújjál, amiről nem tudod, hogy micsoda. Ott van egy alkönyvtár, alkönyvtár, alkönyvtára, az a neve, hogy preferences.d. És abban van egy olyan, hogy noswap.ref. Na hát ezt kell átnevezni. Ennyi a dolog lényege. Oké, túl is beszéltük. A következő teendő természetesen az, mielőtt telepítünk, lekérjük a rendszer adatbázist up.t update parancsal. Oké, le is fut, még a sudo jog élt. Gyakorlatilag minden probléma nélkül lefutott, ő nagyon szépen észlelte, hogy abban a könyvtárban, amiben mókoltunk, van egy olyan fáj, aminek a kiterjesztése neki aztán nem tetszik. Tehát igazából észreveszi azt, hogy ő ezzel mit kezdeni nem tud, nem ismeri a kiterjesztést. Én azért ide másoltam, neveztem át így pontosabb ezt az állományt, hogyha legközelebb vissza akarom állítani, ne kelljen gondolkodni, hogy hova tettem az állományt, és ne kelljen azon gondolkodni, hogy mi volt a neve, minden rendszerfrissítéskor kapsz egy ilyen figyelmeztetést. Ezzel semmi teendőd nincs, következő lépés természetesen installáljuk a Snap rendszert. Hát ez gyakorlatilag nagyon egyszerű, sudo apt install snapd. Snapd. Oké, tehát erre a D betűre figyelj oda, meg is jegyezheted, hogy egy démon, a Snapnek a démonja, és akkor biztos nem felejted el a D betűt mögé írni. Hát le is fut, hogy gyakorlatilag nem csinál semmit, mint egy sima telepítést megcsinálunk, ugyanúgy, mint bármilyen a telepítés. Ezek után már tudunk Snap csomagokat telepíteni. Hogyan telepítünk egy Snap csomagot? Nagyon egyszerű a dolog, Snap install csomagnév. Ennyi.
A csomagneveket legegyszerűbben úgy szerzed be, hogy felmész a Snapnek a store részébe, tehát snapcraft.io/store, és oda felmenve kiválogatod a csomagokat. Én a zene hang között a Clementint szeretném használni, rábökünk, kiválasztjuk, kikeressük, megtaláljuk és örülünk neki, megnézzük, hogy ez tetszik-e, és utána installáljuk. Nem úgy installáljuk, hogy rögves elkezdjük írni, hogy apt install Clementin, persze így is lehet, hanem ide jövünk és megnézzük azt, hogy van stabil ága, van egyéb ága, amelyeket lehet használni, verziószámokat megnézzük. Nyilvánvalóan a stabil ágat szeretném használni, kiválasztjuk azt az architektúrát, ami kell, általában AMD 64, és megnézzük, hogy a stabil, igen, installra bökünk, és itt van a pontos installációs neve. Nyilvánvalóan ezt fejből is tudtuk volna, de eltérhet. Erre figyeljetek, eltérhet, esetlegesen verziószám van mellette, esetleg egy olyan plusz dolog van mellette, ami az instabil verzióra vonatkozik, azaz nézzük már meg. Ha gyorsan akarsz telepíteni, nyilvánvalóan gyakorlatilag beütögeted a nevét. Oké, én bemásolom, az a legbiztosabb, és leenterezem. És lehet látni, hogy a telepítés ugyanúgy, mint a többi, akármilyen programnál, akármilyen csomagkezelőnél elindul. Arra figyelni kell, hogy a Snap csomag telepítése ugyanúgy, mint a Flatpak, időnként lassú lehet, mert ő hoz azt, amit ő akar, teszi azt, amit neki kell, tehát valaki átolvashatja, hogy mit telepítget, vagy miért ilyen lassú, vagy miért ilyen gyors, sokan miért szeretik, sokan miért nem. Én azt mondom, hogy ez egy lehetőség, hogyha tetszik, kihasználod, ha nem tetszik, nem használod ki. Nyilvánvalóan, aki Ubuntu-t használ, ő neki gyárilag bent van. Nyilvánvalóan, aki Mintet használ, azért használ Mintet, mert a Mint tervezőjének, elkészítőinek, programozóinak a gondolkodását átvette, elfogadja, hogy ők nem szeretnék ezt használni, elfogadja azt, hogy ők nem tartják jónak, és akkor nem kell telepíteni. Nyilvánvalóan, hogyha valaki szeretne egy Snap csomagot felrakni Mintre, akkor természetesen annyi a teendője, hogy ezt a két-három sort beírogatja, 1, 2, illetve a telepítés, a program telepítése a harmadik. Azért nézzük meg, hogy a Clementin elindul-e. Elindult. Ennyi. Simán elindult a program, gyakorlatilag működik. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Mindenkinek jó Linuxozást kívánok. Sziasztok!